Tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat és a nézőket. Háttérkép. Ezúttal kivételesen csak Imre barátommal, Laci-nak más elfoglaltsága volt. Szia Imre! Szervut. Mi a fenével kezdhetnénk mással, mint sem azzal, hogy mi történt Brüsszelben az Európai Konzervatívok konferenciáján, illetve konferenciájával. Hát az történt, hogy megkísérelték betiltani. E, nagyon röviden a forgatókönyv. Az első helyszínnek otthont adó szállodának az a kerületi polgármester, ahol a szálloda van, oda szólt, hogy ne. A szálloda elállt. Egy másik kerületben lévő szálloda vállalta a rendezvény megrendezését, Helyszín biztosít, az a brüsszeli kerületi polgármester is odaszólt, hogy ne, azok is elálltak. Végül lett egy harmadik helyszín, ahol a kerületi polgármester már nem egyszerűen odaszólt, hanem kiküldte a rendőrséget. Meg egy És lobogós papíros. Egy lobogós, <laughs> igen. És akkor ottan szétzavarták a dolgot, majd ezt követően a belga bíróság ezt felülbírálva, mégis folytatódhatott másnap a konferencia. Csak hogy világos legyen, olyan embereket tiltottak be Brüsszelben 2024-ben, mint Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök, Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Erik Zemmour, francia filozófus író, aki egyébként elnökjelölt is volt, Nigel Farage, vagy a, éppen a volt brit belügyminiszter. Na, ezeket tiltották be. Az a polgármester, aki a rendőröket kiküldte, ez a Emir Kir, ha jól emlékszem a nevére, török származású, Na, ő volt a csúcs, mert ő meg is indokolta, mondván, hogy itt Brüsszelben nem látják szívesen a szélső jobbot, meg különben is itt mik fognak elhangozni, szuverenitási védelem, ami árt Európának, szóval az elme bajaköben. köbön. Na most azon túl, hogy még a mainstream baloldali megmondó emberek közül is azok, akik nem teljesen idióták, csak az emberek, még ők is megírták, hogy ez azért, ez rohadt ki volt, de mindezeken túlmenően azért <kül> Édes Imrém, lehet, hogy mi mindeddig nem értettük pontosan az európai jogállamot, és ezért nem kaptuk meg a pénzeket, de mostantól már legalább értjük. Tehát, hogyha az idei Budapest Pride-ot betiltjuk, hogy csak egy példát hozzak, akkor minden rendben lesz? Hát nem tudom. De, de ugye ez most egy, hát azt mondanám, egy iszonyú méretes lelepleződés. Itt egy egész hazugsághegy omlik le, esik szét darabjaira. Ez a hazugsághegy a liberális demokráciáról szólt, ember által nem emészthető marhaságok gyülekezete töményen testesült meg. Először is, aki a harmadik helyszínt letiltotta, az valószínűleg csuklóból ideges volt, ám de ideges ember ritkán okos. Ha engem adott esetben ezzel bíztak volna meg, és én ezt hajlandó lettem volna végrehajtani, azt mondta, hogy értesüléseink vannak, hogy kegyetlen, véres géppuskázás lesz ottan, és én biztonsági okokból tiltom be. Hát hiszed, nem hiszed, ezt kapod, ez van a menzán ma. Van húsleves, krumpli, hússal, uborkalapúskával. Ezt lehet megenni, <laughs> vagy nem, akkor és maradsz. De hát ez a szerencsétlen nem ezt tette, ugye? Így a lelepleződés evidensé vált. Tehát lelepleződés tökéletesen. Mert ahogy elmondtad, ki mindenki jelent meg ott, hát azt mondanám, a európai. Hogy mondjam, konzervatív világ legfontosabbnak gondolt szószólói Franciaországból, mert az a szemúra ez olyan odavalósi, akkor Angliából az a személy, aki mozgalma lényegében, yuki, ugye az azt jelenti, United Kingdom Independence Party, függetlenségi párt, aki egyébként levezényelte a brittek kilépését, annak ellenére, hogy ugyan a népszavazást erről Cameron volt miniszterelnök ígérte meg bizonyos feltételekkel, amik teljesültek, és utána az igen szavazatok ellen kampányolt Cameron és ennek ellenére ugye a UKIP nevezetesen farázs, egyébként szenzációs debatőr, azt kell, hogy mondjam, ha valaki, van még egy lengyel professzor, te biztos tudod a nevét, akinek veretes veretes felszólalásai vannak az Európai Parlamentben angol nyelven. Nem én tudom, a tudom a nevét, a levét, mert lengyel nevek nekem Igen. nagyon bonyolultak. A másik a farázs volt, egyszerűen, káprázatosan, leleményesen, nagyon mélyen szántó humorral, iróniával szokta. Von meg ezeket a dolgozó hölgyeket ott elküldözgetni szépen, de ezek a figurák jelentek meg, meg egy-két mondjuk azt a konzervatív zsurnalisztikában komolyabb szerepet játszó egyéni, tehát ők lettek volna az a konzervatív közeg, aki elmondja, hogy ők hogyan látják Európát, na ez nem kell. Na most akkor hol van itt a szoktszínűség? A liberálizmusnak a lényege, hogy kérem szépen, én nem szeretem, sőt gyűlölöm, amit mondasz, de meghalok ért, hogy elmondhass. Nem mondta, do... Volt, Volter, igen. Hát a Volter, ugye, a Volter, az is, az már az első ilyen színlelő mellébeszélő lókötő volt, <laughs> ugye azt még ma is itt istenítik a középiskolai tananyagokba, ugye? Hát szóval nagyjából ez az egészben a bevezetés, aztán szerintem érdemes itt de még egy, egy, egy kicsit nézze. ugorjunk vissza, csak hogy, mert most nyilvánvaló, ahogy te is fogalmaztál, hogy most aztán tényleg minden lelepleződött, és ezt nagyon nehéz lesz megmagyarázniuk, meg se próbálják. De azért voltak ennek már előjelei. Hát azért mégis milyen dolog az, hogy a hivatalban lévő amerikai elnököt Donald Trumpot letiltja a Twitter, ami most már nincs, mert mióta Elon Musk megvette, azóta X néven fut. De az elődje a Twitter egyszer letiltotta az elnök, mert nem tetszett neki az, amit ő a Twitter fölrakott. Hát, hát eh. igen, gyakorlatilag hogy ez is úgy van, hogy nyomjuk ezt a nagy, minden szabad, mindenkinek véleménye, stb. Mindaddig, amíg nem tetszik valami. Na most a, hát azért az valljuk be, hogy Trump elnök úr azért tömegével bocsátotta a nem tetszik üzeneteket befele. <laughs> Valahol valakik, akik ezt a brigádok vezénylik, hát tudod az én véleményet, a nemzetközi magánpénz urai, azok azt mondták, hogy na most aztán már elég. Twitterként nem szórakozunk itt, hanem nem, Trump nem írhat semmit oda, erre fogja magát ez a Elon Musk hozt ajánlatot tesz a Twitter megvételérve, átvétel van végül, végül végre is. tehát mindig van akció, reakció hála Isten már van tehát én, engem ez, ez, ez mindenképpen egy kicsit feldob, hogy nincsen reakció nélkül az ilyen ocsmánságok. Tehát valószínűleg ennek is lesz folyamánya itt ott -ot országokba, ébredezés, meg már, ahogy te is mondtad, hát már a jobbérzésű balliberális közegekbe is, aki legalább gondolkodik, hogy gyerekek, hát azokkal az elvekkel amivel mi mindig virítottunk, a másik felet pedig ennek az ellenkezőjével gyaláztuk, akkor hogy állunk ki a világ elé? Hát ez totál bukta lesz. Tehát mindig valahogy fordulnak a dolgok. Én most úgy érzem, hogy az egész nyugati világ egyfajta ilyen forrásba van, Korábban egyöntetően bal balliberális irányzatú volt, és ebből kibeszélni elképesztően veszélyes volt, sőt káros. Itt van a magyar meg a lengyel példa, nem adják oda a pénzt, egyszer nem adják oda, miért csak? Nem jó beszélsz, nem jó dumász, nem jó a szöveged, nem jó célokat követsz, nem kapod meg, aminek egy jár törvény szerint, mert mi megtehetjük. Mert mi vagyunk a uralkodó többség, többség. Aztán ugye ezért is érdekes majd, hogy a politika merre fel ha esetleg meg is kérdezik a többséget. Arról se kérdezték meg most véletlenül népszavazásban, hogy na, akkor kellene nekünk migránspaktom. Hát szerinted Persze. hova úszta volna az x az európai közösség? De ha már a lenyeveket hoztad, akkor egy dologra muszáj rákérdeznem. Ugye a migráns paktum elfogadása utáni öt percben Donald Tusk jelentette ki, hogy Lengyelország semmit nem fog ebből végrehajtani. Lengyelországban nem megy migráns, mert nem hajlandó befogadni, és fejpész sem hajlandó fizetni. Ahogy ezt Orbán Viktor is kijelentette. Na most az az érdekes helyzet állt elő. Donald Tusk Brüsszel és az unió embere, Így van. akit minden lehetséges módon hatalomba segítettek, hogy legyőzze a nemzeti erőket. Donald Tusk kimondja ezt a mondatot, de senki nem is reagált rá. Ha Orbán Viktor mondja, akkor hetes cikkei, nincs pénz, nincs jogállam, Össze ki kell rúgni az EU-ból Magyarországot, stb. De most de ez legalább egy olyan rókafogta csuka eset az EU-nak, mint ez a kis brüsszeli betiltás. Hát azért azt, azt azért elég bonyolult lesz véghez vinni azt a műveletet, hogy ugyanazért Tusk és a lengyelek semmit se kapnak, csak válveregetést, minket meg majd halára baszogatnak. Ezt hogy fogják megoldani? Hogy kérdezzem rám? Hát ugye én egy, egy hasonlatot mutatnám. Ugye a halászoknál van a Varsa nevű jószág, ami az elején egy jó nagy száj, ott is van már, hogy háló, a hálóztak, halacska megy bejebb, aztán mikor megfordul, S nem tud ne Hát ugye Tuszkal is így jártak, mert őt ígéretes figurának tekintették, és azt mondja, jó lenne egy kelet-európait valami komoly posztra fel, hogy ne sírjanak itt nekünk, hogy semmi posztot nem kapnak. Hát a Tuszkot föltették, ugye, a tanács elnöke volt egy ideig. Ami pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az egyes számú fő tényező, az összes miniszterelnök meg ez, ő, ugye ebből, ebből nagy, nagyon jól viselkedett, tök európér volt, sőt, még Orbánnak is szamárfülöket integetett onnan itt Brüsszelből, visszakerül Lengyelországba, és miközben oda volt Brüsszelbe kirándulni, Lengyelországban egy alapvető helyzetváltozások álltak be, és most ismerkedik a pályával, ismerkedik azzal a feladattal, amit úgy hívnak, hogy lengyel miniszterelnök. Hát már, már egy, egy ilyen témája volt, ugye ő, a lengyelek egyébként élnek, döglenek Ukrajnáért, sajnos mind a két oldal, Hát ezt részben értem, részben értem, ja, nem ne tőle, tőle, jogai, nem is ukrajnáért nem is ér, ha élnek, halnak, saját, hanem az oroszokat gyűlölik jobban. Az oroszokat jobban gyűlölik, tehát aki az oroszokat üti, az nekik nagyon klassz, szimpatikus, meg még némi érdekkeltséget is vélek ott felfedezni, jövőre vonatkozok, de most nem menjünk bele, Na no de, ahogy annak idején mondták a magyar nemesek is, Mária Teréziának, életüket, vérüket, igen, na no de zabot, azt nem. Na no tehát akkor hol van itt a zab? Hát ott van, hogy az ukrán gabona jog és szabály, meg mindenféle ellenesen, ahelyett, hogy átutazott volna Lengyelországon, és valahol a kikötőbe betették volna a hajókba, és elúszik, amit meséltek az afrikai szegényekhez, eljött szépen, itt Lengyelországban, nálunk, meg egyéb helyeken, Romániában berakták a raktárakba, konkurensként lépett fel a jó minőségi hazai terv, és ez a mezőgazdaságot hazavágta. Na, mint lengyel miniszterelnök ezt nem érzékelni, hát az elég nagy gáz, Pontosan azért egyébként, mert uralomra is ott úgy jutott ez a drága jó ember. Ennek a részleteit én nem tudom, mert nem vagyok a lengyel belpolitikába otthonos, hogy az előző koalíciónak a mezőgazdasági támogató közege, mondjuk szerűség, az abból a koalícióba átszavazott ide. Valószínűleg valamit ők is elkövettek. Nem tudom, Milyen... lehet, hogy nem tudod, de... de... Ezt tökéletesen értem, de még egyszer. Az, hogy Tusk brüsszel embere, ha új, szigorúbban fogalmazva bábja, ez Világos. Ez úgy, ez mint a világos. Az is világos, hogy mint most akarsz. már immáron, mint lengyel miniszterelnök, azért nyilván megkapja a megfelelő információkat. Például az ügyben, hogy a lengyel társadalom döntő többsége, csak úgy, mint a magyar, nem akar migránsokat befogadni. Mint lengyel miniszterelnök ez ügyben egy platformra kerül Orbánnal, és kimondja a bűnös mondatot, hogy ide senki nem jön be, és nem vagyunk hajlandóak ezért még fizetni pénzt. De azt, hogy fogja Brüsszel megoldani, hogy a saját emberét ezért nem cseszegeti, míg bennünket majd igen. Simán. De hogy mit fognak mondani? Semmi. Hogy amit szabad Jupiternek, az nem Miért szabad csak a kisekőn? hallgatnak, mint aki belelépett. Aha. Hát ezt eddig így csinálták. Hát a Magyarország ellen, mit tudom én, hány ezer, mit tudom én, hányfajta ilyen jogsértési eljárást indítanak, ugyanazokért máshol, máshol nem. Hát a legutolsó esetet, hogy, hogy ugye itt most Magyarország... Jön egy halom kínai turista, Istenem, jöjjenek, sétáljanak. Isten. De mi is szoktunk a horvát tengerpartra magyar rendőröket, mert a magyarok is azért nem félnek a bérünkbe. De a kínai a horvát rendőrség, rendőr megkapja őket, kén. odaviszi a magyarnak, magyarra kell, akkor intézkedik. De ez ebben nincs semmi rendkívüli. Ha ezt a sógorok csinálják, mert hogy ott Ahogy is van, csinálják, akkor az minden kóser, rajt van a kóserpecsét, ugye? Ha itt nálunk ez szóba jön, akkor itt valami függetlenség, meg nemzeti önállóság feladása, unió érdekei való vérelmesért, de ezek mindig mellé beszélnek, kedves szerkesztő úr, a dolognak mi a lényege? Az a lényege, hogy a magyar kormány erőfeszítéseinek eredményeként a Magyarországról már bekep, betelepült, korábban, jóval korábban betelepült elit német gépkocsi gyártó facilitásokat, most összehoztuk a technikai fejlődés következő vonulatával, ami a, 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 ugye az villanyautó, és abba a kínaiak marhajók, a kett, ezek itt a németek megbarátkoztak, meg otthon üldözik őket. Üldözik őket. Hát a Habek azt mondta, igen, hát mi le akartuk bontani ezt a gazdasági szerkezetet. Bevallja az a féleszű. Nem kell majd a bíróságba rászállni. Remélem, hogy bíróság elé állítják őket egy választás után. Lehet, hogy jó remény, de azt érdemelnék. Összehoztuk. Versenyképessé tesszük ezt az ágazatot egész Nyugat-Európában, mert belül vagyunk az Európai Unión, és a kínai-német kooperációban gyártott autók, meg a különösen kínaiak bejutnak simán a piacra, a fene eszi meg őket a mérektől. Én ezt értem, és akkor jönnek ilyen faramúci dolgokkal, hogy amit szabad a sógornak, az bujásnak nem szabad. Jó, ja, akkor nézzük a következő. Ha már a hazudozásról beszélünk. <kül> Ugye a szeretve tisztelt ellenzékünk egyik kedvenc témája, és ezt folyamatosan előveszik, és persze folyamatosan hazudnak ez ügyben is, hogy Magyarországról már lassan mindenki kívándor. Ó, oh, te itt, itt te, figyelj, itt mindenki elhagyta az országot, a rej, menekül a tömeg a rettenet és Orbáni diktatúra elől, a fényességes nyugatra. Most én nem fogom, rád bíznám. Akkor nézzük már meg ezt szám, számszakilag, hogy hogy is néz ki a kivándorlás, bevándorlás, a kettő együtt, mert az úgy izgi. Hát ez bizony megérdemel nem is egy, hanem több misét is. Én kezdeném egy első felütéssel, ugye amikor 2010-ben ismét hivatalba lépett a második Orbán kormány, és bizonyos intézkedéseket foganatosított, amely intézkedések így keretben a magyar munkavállalók bérből és fizetésből élők, nyugdíjasok helyzetét javította, a hazai vállalkozókat is javította, és egy kicsit abból a haszonból visszacsippentett, amit egyébként az ide települő nagyok azok bankok, stb. Még mindig bőven van. Én még látnék felületet, Persze. hogy na, mindegy. Ne erről beszéljünk, most nem ez a téma, talán majd egyszer elős. No szóval akkor azt mondták, hogy hát itt aztán széles tömött sorokba fognak kivonulni az illetők, akkor azt mondta valamelyik adásba, Isten, úgy csak kimegyek hegyes halomra, és ott integetek nekik. Ott állok, hegyes halomban, egyik nap a másik ott senki nem megy. Mert még mindig jó vannak, sőt, nagyon is. Mi az, hogy ahogy Feri szokta mondani. Hát szerintem, ahogy ez hazugság volt, most ez a hazugság. Na most, hát én szeretem a számokat, és a számok mindig beszélnek, ugye, beszédesek. Először is vártunk, jó 15 évet arra, hogy az Európai Unióba belépjünk. Tökén. Tudtuk előtte 10 évvel már, hogy az egy közös piacról is szól. Ez az érték az egésznek. A közös piac meg arról szól, hogy a munkatőke, szabad áramlása. Most az eszmékről ne beszéljünk, mert téveszmék is áramlanak. Az is ide tartozik, de azt hiszem téveszmét többet kaptuk, mint valóságos, megfogható és értelmezhető dolg. De tőke munkaerő áramlása, hogy az szabad, és magyarán szólva, ha valaki Nagykanizsáról elment Nyíregyházára dolgozni, hát Isten elment. Nyíregyházára elmentek Pécsre, elment, kész, oké. Okay. Most ugyanez érvényesülhet, uh, a többi tagországgal is. Hát ugye vannak nyelvi korlátok, sőt egyes országok még administratív korlátokat is állítottak egy ideig, tehát a munkadőpiacot nem szabadították. Ezen is túl vagyunk, ugye? Meg egyébként ugye a kelet-európaiak egy részét maga a kíváncsiság is hajtotta, mert az rögződött belénk a szociba, hogy ottan kóbászból van a kerítés, itt meg nincsen kóbászból még, adott esetben füstfávó sincs. Sőt, itt, Na, a, tehát, itt a kolbász sincs kolbász. Itt a kolbász is tulajdonképpen vattávó van metemben. Na, tehát abban magában, hogy van egyfajta vándorlás ide-oda, majd megmondjuk, hogy ide is van meg oda is, abban nincs egy nagy dolog. Minden nemzetközi összehasonlításba ér valamit. Belépett az Európai Unióba, tíz vágy, mert 10, vagy 8-10 állam, ugye Lengyelországtól végestem végig, és én megnéztem, hogy 23 vége, 24-ben vagyunk, mi a helyzet? Melyik országban menjen? Mentek el. Mentek el? Itt van Románia, 3,6 millió nettó veszteségük van. Net, ez mindig a nettó, ugye? Románia most már nem 20 milliós ország, csak 18 10 Azt se lehet pontosan tudni, de 20 alatt vannak. Lengyelországban az Unióban kettő és fél, ebben nincs benne Anglia, hmm. mert már nincs. 23-ban nincs. Angliában le, még legtöbb. egy millió lengyel legalább ott van. Bulgária, aki népességben már alattunk van, 900 ezer embert vesztett, és Magyarország nettó, nettó 456 ezer. Ez van nyilván tartva. Na most azt is megnézték, hogy akkor ezek, akik ott vannak, azok örök életre szeretnének ott maradni, vagy nem. Ezt ugye abból lehet. Lemérni, hogy ebből a tömegből menjen kértek letelepedési engedélyt. Először letelepszem, aztán lehet, hogy folyamodok állampolgárságért is, de nem biztos, de egyszer már letelepedtem, akkor ott vagyok. Függetlenül attól, hogy megtartom a magyar állampolgárságot, kettős állampolgár. Tehát magyarok közül összesen 80-90 ezer emberről beszélünk, aki adott esetben tartósra gondolja azt a létet, ahol éppen van, mert úgy be tudott abba a társadalomba, a munkahelybe illeszkedni, hogy oké. Okay, hát ez azért mondjuk azt, abba a várakozásban, ami azt előzte meg, hogy belépünk, és akkor. Jolly Good, minden meg, havaj meg Digi, hát azért százalékosan is nem is mérhetők. ez a helyzet. Mielőtt rátérünk a további számokra, csak egy számot hagy mondjak én is, ami nem lesz ennyire exaktan pontos, mert nem Igen. néztem meg ma reggel. Múlt heti a Mandiner megírta, de nagyjából a nagyságrend pontosan stimmel. Most csak a 23-as évet nézve. Tavaly. Magyarországról kiment nyugatra munkát vállalni 35 ezer ember, itt most még van néhány száz, de nem tudom, nem emlékszem fejből, és visszajött nyugatról 36 ezer. Tehát durván plusz ezer fő, aki hazatért Igen. a kimenőkhöz képest. Csak hogy világos legyen. Na, bocsáss meg. Na én. most az a nagy helyzet, ugye, hogy minden ilyen váltás, amikor én elmegyek Magyarországra. Egy halom kockázattal is jár. Más dolog, hogy mit mondanak, meg mit gondolok, meg aztán, mikor oda megérkezek, mi lesz. De mondjuk azt mondja, hogy megbarátkozik a körülményekkel, még akkor is, hogyha sivárabbak, lehet, hogy többet keres, mindig azt mondja, ha figyelj, ugye a 2000 eurót, persze meg leadózott, meg ott a. Meg ott mennyi egy a lakás bérdete, igen. Meg megélhetés, mennyi marad, mi a nettó, akkor már nem biztos, hogy olyan vastag vagy. Te már nincs pofát hazajönni, az a munkája már elkelte, ahol volt, a többi Tehát maradsz, esetleg ott javítod majd a feltételt. De erre is vannak példák, ugye? Na most nyilvánvaló, hogy a magyarországi folyamatok 2010-től oda vezettek, hát beszélünk a rokonna, öcsémmel, bátyámmal, apámmal, haverokkal, hogy akkor abba a szakmába a lóta most hogy mennek a dolgok. Meg még esetleg mondják, gyere már, művezető lehetné, meg mit tudom én. Hát ez ebből van, hogy akkor ide-oda megy. De ebben se találok semmi rosszat, meg csúnyát hanem megállapítom, hogy van visszáramlás is, sőt most már úgy néz ki, hogy a ki meg a bemenetek egy minimum egyensúlyba kerülnek, ez az életnek a természetes mozgása. Na most mi a ballipsiknek a nagy tudománya? Bocsás, a természetellenes természetesnek föltüntetni, például homoszexuálisokat fölemelni az egekbe, a természetes meg a mindenféle meg... GMBV, tv mit tudom én, miket akik meg egyszerűen normális családot élnek, feleség van, gyerekük, azokat meg lesajnálni. Igen, azért csak ennyit akartam pont hozzáfűzni, hogy még a mielőtt megtörtént az Unióba belépésünk, és volt ugye a népszavazás előtti kampány, emlékez vissza, ja. az akkori kormányzat, sok egyéb mellett, éppen azzal kampányolt az EU tagság mellett, hogy amint beléptünk, drága magyarok, mehettek nyugodtan nyugatra dolgozni. Mert így akkor van. azt, akkor még azt Értékén mondták, hogy én érti ezt milyen remekre ny cukrázdát nyithatsz Bécsben, kimehetsz dolgozni. Most meg azzal csesztetik a polgári kormányt, hogy mindenki elmegy. Amire nettó hazugság, Ami de még a saját maguk belépés előtti világmagyarázatához képest is egy 180 fokos ők azért fordulat. azért élnek a népség feledékenység. Azért Nem. kell ezeket a dolgokat elismételni, és néha többször, mint amennyit szeretnek. De akkor ismételjük el azt is, és megint rád bíznám a számokat, hogy az, egy természetes folyamat, hogy kimennek dolgozni, hazajönnek, és ma már elmondhatjuk, ezért mondtam a tavalyi adatot, hogy többen jöttek vissza, mint amennyien kimentek, és egyébként a többi közép- meg kelet-európai, közép-kelet-európai országhoz képest a fasorban nincs tőlünk a kivándorlás, akár Románia, akár Lengyelország, akár Bulgária. Ezt most mind tegyük félre. Mert mindezek fölött van egy igen figyelemre méltó jelenség, hogy nyugatról hogy vándorolnak be hozzánk. Olyan is van, de előtte még azt mondanám, hogy Magyarországra nettó kb. 330-340 ezeren érkeztük, érkeztek minden honnét munkavállók. Mindösszesen egy olyan, ebből körülbelül 133 ezer a magyar nemzetiségű. Hát nyilván ugye a felvidékről, akkor ugye a délvidékről, ajánló, Erdélyből jösszögetnek magyar nemzetiségek, meg jönnek mások is. De 133 ezer nem magyar nemzetiségű. Itt lát boldogulást. És egyre több lesz, mert mit tudom én, amikor ezek az ipartelepítések Debrecenbe, Szegeden, Pécset, keresztül akkor nyilván azt a részt meg fogják szívni, mert hála Isten határok, átjáratok. De nem ez a szép azán szexi, hanem a veretes, kritikán felülálló nyugati ország. Ahol aztán minden úgy megy, mint a karikacsapás ahol gyakorlatilag álmaink, a tiéd is, meg az enyém is, valljuk be őszintén. Ez volt. Hát, Ezelőtt 25-30 ez évben, na, na, hogy ott minden megy, minden. Azért egy-két adatot felsorolnék, hogy körülbelül, ezt a statisztikai hivatal nyilván tartja, onnét szedtem le ezeket az adatokat, és akkor nézzünk pár országot, Hát itt a sógoroktól Ausztriából évente olyan, hát változó 3-500 fő körüli az, akit Magyarországba letelepedési szándékkal becsapódik. Itt mindjárt a sógoroktól. Jó, hogy dolgoznak kint magyarok is, de egy osztrák, nem is tud magyarul, pedig de ungáris és prakézes, a magyar nyelv nagyon nehéz, de, de tajfél, hát er szebbet A tördök találtak ki, amikor részeg volt. No tehát, Franciaországból is kb. egy olyan 4 fő, Hollandiából... évente. Évente, évente. Hollandiából detto egy annyi, de még a festői szépségű, szőke svédek is 200 körülbelül, de ami a legnagyobb, hogy ékes Deutschlandból körülbelül 2500 kontra 4000 fő ide áttelepül. Na erre kössenek barátaink gombot. Nem hiszem, hogy a Feri Rádióba vagy a Feri tv erről egy külön műsort fognak indítani. No, akkor, ha ezt is tisztába tettük, egy kicsi külpolitika, bár ma már mivel össze van nyitva a világ, azért is néz ki úgy, ahogy ma már a külpolitika az mindig belpolitika is. Azonnal. Busz, beszélnünk kell. Ugye, mint az egyszeri viccbe, ez a már csak ez hiányzott. Ez volt, ez volt az ez első kénekünk. gondolatom, amikor Irán rakétákkal elkezdtem lőni Izraelt. Tényleg ez volt itt az orosz-ukrán, meg a izrael gáza, meg ahogy az egész világ kinéz, ez volt az első gondolatom. Most már tényleg semmi más nem hiányzott, mint hogy Irán beszálljon ebbe a buliba, és még kirobbanjon egy vidám izraeli-iráni háború, aminek aztán hát majd te elmondod, hogy mik a belátható következményei. Ugyanakkor nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam ezt meg finoman, mint hogyha. Irán ezt a támadást úgy hajtotta volna végre, hogy pontosan tudta, hogy gyakorlatilag semmilyen eredménye nem lesz, mert a vaskupola az összes elindított drónját meg rakétáját le fogja szedni. Tehát ez, mint a okos lánya a Mátyás királyhoz, hoztam ajándékot, meg nem is, meg is támadtalak, meg nem is. A kérdéseim egy. Lehetséges-e, hogy Irán egy ilyen Előre kalkulált támadást hajtott végre, ami azt jelentette, hogy az arab világnak és a muszlim világnak üzent, hogy én megtámadtam Izraelt, ugyanakkor meg vigyázott arra, hogy ebből semmi baj, valós kár ember életben, stb. ne történjen meg. Ez egy lehetséges forgatókönyve. B. Mik a lehetséges izraeli válaszok? mert hogyha Izrael ezt egyébként válasz nélkül hagyja, akkor az gyengeséget jelent, és felbátorítja az arab tengert, ami amúgy is az eltörlésére törekszik, hogy további támadásokat hajtson végre ellene. Ez volt a kettes kérdésem, hármas. Az Egyesült Államok Izrael fennállása óta először két lelkű, Minimum. minimum. Izrael-lel kapcsolatban, mert eddig Izrael bármit csinált, az Egyesült Államokat ott tudhatta teljes melszélességgel, pénzzel, fegyverrel és minden politikai támogatással a háta mögött. Most Amerika kevés, fogalmazunk így, kevésbé támogató, és különösen a tekintetben nem támogató, hanem kifejezetten tiltani próbálja, hogy például Iránnal szemben Izrael bármiféle ellencsapást alkalmazzon. Ami azért is meglepő, mert a közelkeleten az Egyesült Államok legnagyobb ellensége Irán. A legnagyobb. És Amerika nagyjából mindenre hajlandó lenne, hogy Irán ne legyen, vagy olyan kormánya legyen, amelyik vele szimpatizál, de ezt nem tudja megcsinálni. Szóval akkor most mi van? Kérdezem én. Hát az a helyzet, hogy én nem szoktam bőbeszédű lenni, de most nem tudom magamat két mondatba kifejezni, és kell. sokkal bonyolultabb. Először is nézzük meg, hogy mi az a, az a közelkelet, amiről beszélünk. Hát azért annyi tudunk, hogy Jézus Krisztus születésének idején se volt már ott a legnagyobb békészség, ugye? És ez azóta nem sokat változott. Csak romlott. Na most akkor nézzük, szállazzuk szét itt a dolgokat. Először is ugye a legújabb menet az, hogy a hát, hajdani Izraelből szétáramlott zsidóság egy része, egy bizonyos angolszáz hatalmak által kezdeményezett ügy kapcsán jó részt visszakerepültek Izraelbe. És létrejött Izrael állam, Valahol ott a 40-es évek végén. Most a pontos dátumot nem mondanám, mert ugye a mondanak... háború után. Ha, Tehát létrejött egy Izrael állam. Önálló független államként. Amiről azonban a zsidóság is Kétféle módon gondolkodott. Az egyik gondolkodás az volt, hogy na akkor itt megcsináljuk a zsidók nemzetállamát, és akkor itt élünk békességben, és ha lehet, akkor valahogy az arabokkal is összeférünk, mert vannak itt sokan. A másik gondolkodás, hogy ez egy kettes számú, fészke lesz a nemzetközi magánpénzbirodalomnak, mondhatnám, egy időleges dekkunk fedezőhely, ahol el lehet bújdosni időnként bizonyos <coughs> olyan támadások elől, <coughs> és ez a kettősség ez az izraeli politikában nap mint nap előjön, ha most netanyahu vesszük elő, Netanyahu már az előző kormányzat alatt és ez alatt is az úgynevezett Izraeli, mint zsidó nemzetállam koncepciót hát viseli. Ez vele a baj. Ettől kezdve van netanyahu óriási probléma. Persze. Ez az első. Tehát akkor izrael probléma van, és a problémája izrael ebből az ügyből a demokrata pártnak van, a demokrata pártra pedig egy az egyben ráült a nemzetközi magánpénzhoz. Mert Trumpnak nem volt baj ezzel. Trump éppen, hogy támogatta Izrael nemzetállami létét. Miután ő maga is az amerikai Egyesült Államok, mint nemzetállam, újrateremtésében újra teremtésében gondolkodott. Izraelbe, hogy Izrael, és ebbe támogatta, és mindent megtettek ő meg a veje, aki egyébként zsidó ember, hogy ott kiegyengesse azokat az apró cseprő vagy nagyobb feszültséget, ami azért volt ugye a a szunita-arabokkal, ott a főnök a, a Szaudarábia, Izrael-Szaudarábia feszültséget kiktatjuk, és ami még ráadásul a két ágazata, a muszlim két ágazat között, a síták meg a szuniták között van, ami megtestesül Szaudarábia meg Irán vonatkozásában, Irán ugye e, 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 síta, ott is próbáltak, és egy olyan viszonylag stabilitást létrehoztak e, abba a térségbe, ami úgy tűnik, hogy a mostani Amerikát uraló politikai elitnek, meg a világ pénzeit uraló, marhára nem tetszik. És visszára fordítják az egészet. Ami a perzsákat illeti. Én úgy tudom, ilyen értesüléseim is vannak, hogy a Fehérházba azt a perzsa rakétázás már a rakétázás megtörtént előtt pontosan lekottá, tudtak róla. Tudtak róla, sőt egyes igazmondással talán nem biztos, hogy vádolható körök szerint ők mondták meg Amerikának, hogy ez lesz. Ezt onnét lehet valószínűsíteni hogy nem csak az izraeliak vadázták le ezeket a drónokat, meg rakétákat, hanem az angolokkal, meg az amerikaiakkal közösen. Magyarán szólva a nemzetközi világpénzhatalom legbelső körei, az angol szászok, azon belül is a legesleg belső volt, úgymond Izrael segítségére, ugye? Na most nyilvánvaló, a konfliktus amerikai demokrata olvasatba arról is szól, hogy hogyan lehetne ebbe a konfliktusból fakadóan kibillenteni a Netanyú félű nemzeti kormányzatot, mert nekik ez a búvóhely, most nagyon kéne, mert a másik oldalon eléggé nagy gáz, hogy a Trump jön fölfele. Ez az Izrael nevű buvóhelyre nagy szükségük lenne, tehát mit meg nem adnának azért, hogyha Netanyahut kipenderítik? Hogy lehet a Netanyahut kipenderíteni? Hát például úgy, hogy most azzal gyantázak persze nem tesz meg mindent, hogy a tuszokat hazahozza. Hát bocsánat, meg tud tenni mindent. Amit, amit hát lehetetlen kívánsz. Hát pontosan. Amit lehetett eddig megtett, de a másik felet főbiztatják, nehogy odaad nekik öreg, inkább egy kis pénzt dugok neked oda titokba, tudjál még egy kicsit háborúzni. Nem véletlen, hogy dél nagyon óvatosok a zsidók a hadműveletekkel, mert valószínűleg megint eletömték őket puskákkal, meg fegyverekkel, ugye? Tehát megy ez a játék is, hogy Izraelbe ki lehetne billenteni. Na most akkor... Nézzük a perzsákat. Hát ugye a perzsák, igen, Amerika legnagyobb közelkeleti keleti ellensége, ők ellenségek. Nem az csak úgy egy kicsit, nem vagyunk haverok, hanem ellenség. Hát visszavezethető ez 79-re. Ugye 79 előtt, megelőzően a SAK volt az uralmon, a SAK Amerika ide nekem minden a keble, minden klassz, sakot megmondották. Majd jött Komeini, és az iszlám Komeini, Komeini letakarította, és volt egy nagyon brutális amerikai bea katonai beavatkozási kísérlet, amit a perzsák tisztességesen helybe adtak. Tehát van egyfajta lenyomata a perzsa katonáknak, hogy mink nem arabok vagyunk, ugye? megpróbálkoztak az emlékszel, Irakot neki küldték. Hát Persze. Irak támadta meg Irán. És a, a, ezért fegyverezték fel azt a Saddam Hussein-t, aztán utána szarrá bombáztak, majd felakasztottak. Így van pontosan. Igen. De csak de hogy tudjuk, hogy Amerika milyen morális Érthetetlennek gondoltok, miért támad meg Irak Iránt? Először is az erőviszonyok alapján csak Irán volt a menő. Hát nem is harcolt a hadsereggel Irán, csak a forradalmi gárdával. Saddam meg ott véreztett a hadseregét. Miért? Mert azt mondták neki, hogy azt kell csinálni. Tehát Irán nagyon-nagyon sok rossz fát tett a tűzre. Na most sajnos ugye olyan helyzet van ott, hogy ha túl sokat babrálják a pályát, akkor abból még egy világháború is kikerekedhet. Ezért nagyon fontos lesz az, Mindjárt megmondom, itt sem lehet az oroszokat kiadni. Sajnos mindig bejönnek a képbe. Mert van egy vonulat, ami úgy néz ki már régóta, hogy annak idején volt Szovjetunió, most Oroszország, Irán, Szíria, Libanon, Hezbollah. Ilyen sorozatban. Tehát aztán az ukrán-orosz háborúnak nevezett öldöklés folyamatban is, azért ugye az a hír járt, hogy ezek az iráni röppentjük, ezek orosz kezekbe kerültek, pontosabban leszállítottak nekik, sőt, fordítva is állítólag van. Azt se tartanám éppenséggel ördögtől való gondolatnak, hogy az iráni atomtechnológiába is besegítettek az oroszok, Adott esetben a békés felhasználásban, de hát a békés meg a békétlen testvérek. Atomerőmi is föl tudna robbanni, hát föl is robbant Csernobilba, ugye? Tehát az atombomba meg az atomerőmű, azok ikertestvérek, de az ikertestvér is azért két személyiség, de adott esetben nagyon hasonlítanak egymásra. Tehát ezek a dolgok így összefüggnek, tehát Irán a háta mögött tudhat még támogatást, és ennek tudatában eszkalál, vagy vonul vissza. Jó, hát akkor akár a következő adás témáját már itt meg is előlegezhetjük, mert a legnagyobb, a legidegesebb a közelkeleti keleti eszkalációs veszélytől Zelenszkij, aki semmi más nem félt, mint a nyugat figyelmét és mindent meg is tesz, hogy ezt a figyelmet Izrael-Irán közel-kelet és az ottani konfliktusgócról visszairányítsa hát, Ukrajnára. A és hát még egy kicsit akkor talán azt kéne megfejtsük, hogy az az Egyesült Államok, amelyik legnagyobb esküt ellensége Irán, és fordítva, az most miért nem állt ki, mert teljes mérséleséggel izrael mögött. De ez már csak jövő hétre marad, mert lejárt a Hát szükség. Azt hiszem Éri a téma <laughs> még egy. Imre, köszönöm szépen, jövő. hogy itt voltál Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várjuk Önöket, addig is minden jót kívánunk. Viszont hallásra és viszontlátásra.